A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület összefogásának eredményeként megrendezett Balkánfest zenés est rendkívül eseményként emelkedett ki a Szőlőhegyi hegyaljatéren. A hangulatot a Mohácsi Badel zenekar által előadott dallamos délszláv zene teremtette meg. Hát abból az alkalomból ültünk össze nagy reményekkel, hogy ahogyan az előbb is mondtam a horvát szövegben, hogy a Mindenszentek és az Advent közötti üres, szürke, hideg időszakban csináltunk itt a Szőlőhegyieknek, de ugye a Dombóváraknak is egy hangulatos Balkánfest szláv muzika, zenét, hogy egy kis jó hangulatot teremtsünk, és hát így készüljünk fel az adventre, mert hiszen ez egy egészen más apropóból fogunk itt összejönni, és egészen más hangulatra készülünk majd nyilván a karácsonyra, tehát magyarul egy jó kis vidám hangulatot itt a hétvégére. Amit közösen csináltunk, ugye mint Dombóvári Horvát Önkormányzat a Szőlőhegyiek Szőlőhegyiért Egyesülettel, a helyi egyesülettel, de hát amit mi elterveztünk körülbelül szeptemberben, abból most tulajdonképpen szinte semmi nem valósult meg, mert az utolsó pillanatban kellett ezt a sátrat itt élet fölállítani, hogy védjük magunkat az eső ellen, hiszen prognosztizálták, hogy nagyon nagy eső lesz, hát meg is jött, ahogy az emberek viszont nem. Nagyon kevesen tudtak így összejönni, mert hát a mai időjárás az katasztrófa volt. Hideg, szél, eső, folyamatos eső, úgyhogy hát talán majd legközelebb. Annak ellenére, hogy az időjárás nem kedvezett, Filákovics Vjekoszláv és Bozsánovics Tamás kiváló művészi teljesítményükkel nem mindennapi élmény nyújtottak a résztvevőknek. Varga Stadler Gábor, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elégedett volt az est színvonalával.